Boldog új Euróvíziós évet kívánok mindenkinek, üdvözlök még egyszer mindenkit, ez itt a Random Podcastek, és elindult az Euróvíziós újabb év, azaz a 2024-es Euróvíziós év. Gondolom, egy jó pár videót azért már láthatok a témával kapcsolatosan. Én is arra gondoltam, hogy elmondanám az elvárásaimat, ha bár egyébként soha nem volt olyan, hogy én elvárásokról beszéltem volna egy Euróvízióval kapcsolatosan, de. Ennek is eljött az ideje. Amit én így hozzá tudnék mindenképpen fűzni, az az, hogy nekem ebben az évben azt tetszett a legjobban, hogy nagyon-nagyon sok pörgős dal volt. Nagyon jó lenne szerintem, hogyha az Eurovízió ebben az évben ugyanígy megtartaná ezt a szokását, és nagyon-nagyon sok jó dal került ki. Úgyhogy én ezért is gondolom azt, hogy ez egy, ez egy jó irány, amit, amit egyébként elkapott a műsor. Én leginkább egyébként javarészt a pörgősebb, gyorsabb dalokat szeretem, mint mondjuk a lassú balladákat, de mondjuk ez mindig attól függ, hogy melyik évben milyen dal jön be teljesen logikusan. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy, hogy minőségben is egy hasonló évet fogunk látni, mint a tavalyi, illetve hogy, hogy nagyon sok olyan új előadót fogunk tudni megismerni, akiknek majd a dalaira csak így nézzünk, hogy na, az azért igen, le a kalappal előtte ezt is megcsináltad. Szóval én személy szerint nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Maradtak a kedvenceim 2023-ból. Ha minden igaz, akkor itt látjátok a Spotify listámat, úgyhogy leginkább köztük van a Csecsecsá, a Unicorn, a Duevite, a Queen of Kings, a Promise, My Sister Crown, Soarele, Siluna, Watergun, Carpe Diem, Aikurasau, Blood and Glitter, az Echo, Like an Animal, We Are One és a Tell Me More. Ezek voltak nekem talán tavaly a kedvenceim. Nem tudom, hogy azóta egyébként hányszor hallgattam meg ezeket a dalokat, de egy jó párszor szerintem igen, úgyhogy kíváncsi leszek évvégén, melyik lesz a Spotify listám, nem tudom, top százában, és azok közül is mondjuk lesz olyan, ami a top 10-be Egyáltalán bekerül-e. És melyikek azok a dalok, amik nektek megmaradtak a 2023-as Euróvízióról, ezt mindenképpen írjátok meg. Kaptunk egy teljesen új hírt, hiszen Luxemburg nagyon-nagyon sok év után, ha jól emlékszem, akkor ők 2005-ben versenyeztek utoljára, 2024-ben visszatérnek az Euróvízióra, ami számomra azért lesz egy nagyon-nagyon különleges momentum, mivel én még soha nem láttam Luxemburgot az Euróvízión, úgyhogy én is nézem élőben a a műsort, úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi leszek az ő produkciójukra is, nincs semmilyen elvárásom azzal kapcsolatosan, hogy akkor most hozzanak egy gyors, egy lassú dalt, vagy bármi ilyesmit. Én inkább a meglepetésre várok valami olyas fajta produkciót, ami így nem tudom, mint egy jelet adna, hogy, hogy hello, mi vagyunk Luxemburg, és visszatértünk az Euróvízióra, de persze ettől függetlenül nem lehet senkinek se az az elvárás, hogy na, akkor Luxemburg visszatér, aztán már itt egyből meg is kell nyernie a műsort, csak legyen valami stílusos visszatérés, én legalábbis ezt gondolom. Illetve mit vártok ti Luxemburgtól? Van-e valamilyen különleges elvárásotok velük kapcsolatosan, vagy valami elképzelésetek? Mindenképpen írjátok meg a komment szekcióban, lehető lesz erről egy külön videó is, ahol reagálok rájuk. Az már egy jó pár hete hónapja, mondhatjuk úgy, hogy eldölt, hogy Malmö lesz az idei rendező város, úgyhogy azért lesz számomra is szintén egy tök dolog, mert amikor először láttam Euróvíziót, ugye az 2013-ban volt, akkor azt szintén Malmöben rendezték meg, úgyhogy most így 10 évvel később, jó, hát 11, de hogy szintén Malmöben lesz, ez számomra legalábbis így különleges és speciális is. Ami tök érdekes, hogy tartottak nézői szavazást azzal kapcsolatosan, hogy a döntőnek a hossza az rövidebb legyen -e, és ami engem meglepett elsősorban, hogy az emberek 69%-a azt mondta, hogy nem, mi ebből nem kérünk, és a 31%-a mondta azt, hogy amúgy lehetne, lehetne ez rövidebb. Én személy szerint nagyon-nagyon sokszor kihangsúlyoztam már családtagoknak, barátoknak, és ha jól emlékszem, akkor a mostani évi videóban is megemlítettem, hogy Alapjáraton én se szeretem azt, hogyha ilyen hosszúak ezek a döntők, mert tényleg az ember leüli, de mit tudom én, kilenckor, tart vagy négy óráig, és mondjuk a dalok után már így annyira elveszted a, a türelmedet, és meg tudom érteni, persze kell idő annak, hogy most akkor előkapt a telefonod, szavazz a kedvencedre, meg hogy valami pluszt is mutassanak azért a, az Euróvízión, és hogy ne csak az legyen, hogy akkor most oké, okay, szavazol, 20 perc múlva vége, kezdődik az eredményhirdetés. tehát az extra produkcióknak is úgy benne van a helye a döntőbe, de szerintem azért ennyit nem kellene, szerintem pont ez az, ami miatt nagyon könnyen el tud laposodni ez az egész műsor, vagyis hát az a része mindenképpen, és ugye mindig mindenki mondjuk, mit tudom én, ilyenkor megy ki a WC-re, vagy mit a kajáért inni valóért. Persze nem azt mondom, hogy akkor most ez mutatja azt, hogy az a legunalmasabb rész, de az mindenképpen kicsit ilyen, nem tudom, marketing, hogy oké, okay, ezt reklámozzuk, azt reklámozzuk, addig te menjél ki szépen, stb. 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 Úgyhogy szerintem sokkal okosabban össze lehetne rakni, mondjuk ezeket az extra produkciókat elfelez. Volt olyan néző, aki pedig azt mondta, hozzáteszem, hogy bele is egyet kell értenem, hogy azért mégiscsak évente egyszer van egy ilyen hét, amikor fogod magad, leülsz a tévé vagy a számítógép elé, végignézel négy órát, és utána megint egy évet kell rá várnod. Bele is egyet kell értenem, szóval nagyon-nagyon nehéz úgy belőni azt, hogy, hogy ki mire vágyik, én... Személy szerint azt gondolom, hogy sokkal tudatosabban és sokkal izgalmasabban összerakhatnák a döntőnek a műsorát, és mondjuk sokkal jobban válogatni abból, hogy oké, okay, akkor mondjuk mit tudom, hogy legyen nyolc ötlet, és akkor abból, ha csak kettő kerül megrendezésre, akkor az a kettő is legyen olyan izgalmas, hogy az ember ott ül, és így rátapad a szeme, és így... Oh és csak így néz, hogy, hogy na, ez azért, ez azért, igen, ez most mutatott nekünk valamit. De ti mit gondoltok erről? Ti melyik opcióra szavaztatok, vagy szavaztatok volna, illetve mit gondoltok a döntőnek a lerövidítéséről, vagy nem? Írjátok meg mindenképpen. És ha már új Eurovíziós sírekről beszélünk, Belgium kiválasztotta az előadóját, aki pedig nem más, mint Musti, aki egy 32 éves énekes, és jól tudom, nem csak énekes, hanem még dalszerző is. Én alapjáraton nem szoktam nagyon kitérni külön az előadókra, talán tavaly volt egy ilyen epizód Noáról. Arra gondoltam, hogy hát akkor nézzünk bele egy-két dalába Musztinak, és hát ha lesz olyasfajta dolog, amit le lehet belőle vonni. Például itt van ez a nagyon szimpatikus Skyline című dala. Nem tudom milyen a többi zenéje, de amúgy ez eddig úgy eléggé kecsi. Chilles, de, de pont, pont ezért jó szerintem. Silver Light. Még tetszik, tetszik a hangulata. Abszolút én EDM beütése van. Nem rossz, nem, nem rossz, T tetszik a stílusom. Suburban King. Tetszik, itt, itt, ha jobban halljátok, akkor ugye főleg több hangszert is belebít, mint mondjuk az előző darabban, Tehát itt van gitár, itt van zongora, nyilván a rendes dob is, de hogy amúgy tök jó, tök jó. Jó, hát én, én összességében úgy gondolom, hogy azért Musztinak elég jó dalai vannak ezek alapján, amiket meghallgattunk. Én nagyon remélem, hogy a, a vonal az valamilyen hasonló ö, pop, EDM, de inkább EDM, én azt nagyon, nagyon szeretem. Szóval valamilyen EDM vonalat fog ö, követni és, és, megvalósítani, ha bár ahogy nézem, azért ezek már jó egy éves dalai. Ettől függetlenül nekem eléggé szimpatikus így első hallásra az ő zenéje, és nagyon fontos, ami új info nekem, hogy ő színészként is tevékenykedik. Szóval egy abszolút művész emberről beszélünk, Úgyhogy nem tudom, hogy ti milyen dalokat hallottatok tőle, vagy, vagy, bármilyen infót, de hogyha ha van, van még bármilyen plusz információtok róla, illetve olyan dal, amit tudnátok ajánlani meghallgatásra, akkor mindenképpen a komment szekcióba küldjétek el. Ez lett volna az Euróvíziós írösszefoglalónak az első epizódja, nem tudom, hogy lesz -e még ilyen? Azért ugye most még szeptember van, tehát nem várunk ö, rengeteg dalra itt szeptemberbe, úgyhogy ha hasonlóan összegyűlik, nem tudom. 3-4 fontosabb információ, akkor jön egy következő epizód. Remélem még egyszer élveztétek, kérlek, hogyha tetszett, akkor támogassátok az oldalt egy feliratkozással, vagy a többi social media platformunkat is, és ezt a videót pedig egy lájkal, hogyha kellően informatívnak találtátok. Úgyhogy köszi még egyszer a figyelmet, legyen szép napotok, és hallgassátok meg a Digmuszti dalait!